maradnak, hogy foglalják el helyüket, mert folytatjuk munkánkat. Kunhalmi Ágnes képviselő asszony, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének, miért nem sikerül felszámolni a gyermekéhezést Magyarországon címmel. Kunhalmi Ágnes képviselő asszonyt illeti a szó, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszter úr, lassan befejeződik az iskola, és a gyermekek százezrei mennek vakációra. Sajnos hazánkban az a nagyon szomorú helyzet, hogy nem minden gyereknek boldog a nyár. Ma Magyarországon több százezer gyermek nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz, ma hazánkban rengeteg kisgyermek egyszerűen éhezik. Világos mindannyiunk számára, hogy az a gyermek, aki nem jut megfelelő táplálékhoz, csökken a fejlődésének üteme, az alultápláltság kihatással van az egészségügyi állapotára, szellemi fejlődésére, ez később kihat az iskolai teljesítménye, az iskolában eltöltött sikereire, ez a korgógyomor állapota. Az, hogy ma ezek a gyerekek nem jutnak megfelelő ételhez, óriási árat fognak fizetni szinte egész életük során. És ha tovább gondoljuk, a hűvös racionalitás világába evezve, könnyen belátható, hogy az emberi szenvedés az bizony gazdasági károkat is fog okozni hazánknak. A táplálék hiánya felnőtt korban olyan betegségekhez vezet, melynek gyógyítása nagyon sokba fog kerülni mindannyiunknak, már ha lesz még bármilyen állami szolgáltatás, hiszen óriási mértékben zuhan az állam által biztosított szolgáltatások minősége hazánkban. Az adatok jól mutatják, és tünetként visszaigazolják az önök tehetetlenségét ezen a területen. A gyermekekkel rendelkező családok majdnem felével fordult már elő az elmúlt egy évben Magyarországon, hogy nem tudták szükséges élelmiszereket megvenni maguknak és szerettéiknek. Ma a gyerekek több mint egy negyede a szegénységi küszöb alatt él hazánkban. Ennél is rosszabb a helyzet, ha az UNICEF Magyar Bizottsága által végzett kutatás eredményeit nézzük, amely szerint a magyar gyerekek körében 2009-hez képest nőtt a jóllétükben veszélyeztetettek aránya. Ez azt jelenti, hogy jelenleg minden második gyerek nélkülöz valamilyen szempontból Magyarországon. Végezetül azt kérdezném miniszter úrtól. Unos untalan azt a kérdést kell feltennem, hogy ők önök minek és kinek kormányoznak, ha még az éhező gyermekek száját ma sem tudnak ételt juttatni. Köszönöm.